Anyám írt SMS-t, azt mondja, itthon van Gyuri. Közel egy évvel ezelőtt mutatták be a Gyulán és Nagyszalontán forgatott Toldi című filmet, az alkotás ez idő alatt pedig több helyre is eljutott az országban. Október 12-én az első televíziós vetítés is megtörtént, hétfő este a Gyula televízión láthatták nézőink a játékfilmet. A stáb elsősorban azt a célt tűzte ki, hogy a Toldi oktatási segédanyagként segítse a tanulókat a jövőben. Ezt a célt túl is szárnyalta a film. 2020-ban ugyanis több filmfesztiválon is szerepelhetett. A filmfesztiválokon azért vettünk részt, mert fontos volt egyfajta szakmai visszajelzés, ami a Bújtor Filmfesztiválon történt, meg igazából ott egy szakmai zsűrivel találkoztunk, és tudtunk velük beszélgetni is, és akkor ők elmondták, hogy mi a véleményük a filmről, és hogy hát ők azt is elmondták, hogy jó úton haladunk. Idén nyáron a balatonszemesi Bújtor István Filmfesztiválon értékelték a játékfilmet, ahol a zsűri részéről több pozitív kritika is érkezett. Elhangzott, hogy a stáb jó úton jár, és arra biztatták őket, hogy folytassák a közös munkát. Hát igazából nyilván a forgatásokat szerettem a legjobban, mert hogy új emberekkel ismerkedhettem meg, nem is akármilyen emberekkel, többek közt itthon igen híres színészekkel és színésznőkkel, úgyhogy igazából én nagyon szerettem maga a forgatási folyamatot is, és együtt dolgozni ilyen emberekkel, tehát hogy ez mindenképpen egy életre szóló élmény volt. Én azt mondanám, hogy inkább ezeket szerettem leginkább, tehát a dolgozni valamin, ami közös, úgymond. Az idei Hédon Fesztiválon 50 film közül a Toldi az ötödik lett a közönségszavazáson, nagy játékfilm kategóriában pedig az első helyet érte el. Mind a két fesztiválra gyakorlatilag, hogy is mondjam, az esélytelenek nyugalmával készültünk, hiszen az alapvető célt már elértük. A két fesztiválra gyakorlatilag fel szerettük volna tenni az I betűre a pontot, és valahol fel is tettük. Hiszen mind a két filmfesztivál esetén a döntőbe jutott a filmünk, a Balatonszemesi Bújtor István filmfesztiválon nagyon jó kritikákat kaptunk a zsűritől, ők fogalmazták meg, hogy ennek a Toldi csapatnak, így hívtak minket, ennek együtt kell maradni, akár a Toldi trilógiának a megfilmesítésében is gondolkodhatunk. A következő napokban az oktatásban is szerepet vállalva elsőként a Gyulai Tankerületi Központ valamennyi általános és középiskolájába fog eljutni a Toldi.